Üdvözlünk titeket újra itt a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről és eredményeiről. A Ligue 1 14. fordulójában a Paris Saint-Germain 2-1-re legyőzte idegenben a szezon egyik meglepetés csapatát, a Lorient. A sérült Lionel Messi nélkül felálló fővárosiak első gólját az Hugo Ekitike passzából betaláló Neymar szerezte a 9. percben, ám ezt a hazaiak Terem Moffi révén még ki tudták egyenlíteni a második félidő elején. Danilo Pereira 81. minutumban elért szöglet utáni fejes góljára azonban már nem érkezett válasz a vendéglátók részéről, így a PSG győzni tudott, és ezzel a párizsiak már 30 tétmeccs óta veretlenek, ami a klub történetének harmadik leghosszabb ilyen jellegű sorozatát jelenti. A tabellát így továbbra is az immár 38 pontos párizsi csapat vezeti, 5 egységgel megelőzve a második helyen álló, a PSG-hez hasonlóan szintén 4 meccses győzelmi sorozatban lévő RC Lens csapatát, amely az Angers idegenbeli legyőzésével már a 20. sikerét aratta 2022-ben, amivel beállította az 1956-ban felállított klubrekordot, az egy naptári évben szerzett győzelmek számát tekintve. A góllövő lista élén pedig két egyaránt 11-11 találatot jegyző PSG támadó, Kylian Mbappé és Neymar áll. Érdekesség, hogy legutóbb az 1969-70-es idényben történt olyan a francia élvonalban, hogy egy csapat két játékosa is 10-nél több gólt szerezzen az első 14 fordulóban. Ezt a bravúrt akkor a Saint-Étienne támadó duójának, Hervé Revellinek és Salif Keitának sikerült véghez vinnie. A Bundesliga 13. fordulójában a Borussia Dortmund sima 3-0-ás győzelmet aratott az utolsó előtti helyen álló Bochum ellen. A 8. percben Youssoufa Moukoko nyitotta meg a hazai gólok sorát. A fiatal támadó egy ballábas bombával jutotta vezetéshez csapatát, megszerezve ezzel pályafutása 10. bajnoki találatát, amivel 17 évesen és 350 naposan ő lett a Bundesliga történetének legfiatalabb játékosa, aki elérte ezt a gólmennyiséget. 4 perccel később pedig az élete első büntetőgólját szerző Giovanni Reina révén már 2 gólos volt a Dortmund előnye, amelynek a 3. találatát az első félidő ráadásában az a Moukoko jegyezte, aki Kai Havertz és Timo Werner után a 3. legfiatalabb játékos lett, aki duplázni tudott egy Bundesliga meccsen. A támadó így már 6 bajnoki gólnál jár a 2022-23-as idényben, amivel jelenleg ő vezeti a BVB házi góllövő listáját. Nyerte a Willy Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal felálló RB Leipzig is, amely 3-1-re verte idegenben a Hoffenheimot, véget vetve ezzel a 8 bajnoki meccs óta tartó idegenbeli nyeretlenségi szériájának. A találkozó első gólját a lipcseiek szerezték, méghozzá Christopher Nkunku révén az első félidőben, és a francia támadó volt az, aki 1-1-es állásnál az 57. percben ismét vezetéshez juttatta a vendégeket. Nkunku így már 24 találatot jegyez a Bundesligában 2022-ben, amivel megdöntötte Timo Werner klubrekordját az egy naptári évben szerzett gólok számát illetően. A vendégek 3. gólja pedig Dani Olmo nevéhez fűződik, aki minden tétmeccset figyelembe véve már az idénybeli 11. gólpasszát jegyző Szoboszlai Dominik átadása után volt eredményes 20 perccel a lefújás előtt. A Leipzig tehát 3-1-re nyert, ezzel a sikerrel pedig Marco Rose együttese 11 meccsesre nyújtotta a veretlenségi szériáját a bajnokságban. Egészen a 40. percig úgy tűnt, hogy a Dortmundhoz és a Leipzighez hasonlóan a Bayern München is simán megszerzi a 3 pontot, hiszen ekkorra Jamal Musiala 1, illetve Erik Maxim Choupo-Moting 2 góljával már 3-0-ra vezetett a bajor csapat. Előbbi játékosnak ez már a 8. találata volt ebben a szezonban, amivel ő a Bundesliga mostani kiírásának legeredményesebb középpályása, míg utóbbi sorozatban a 4. bajnokián összességében pedig a 7. tétmeccsén volt eredményes, ilyenre pedig a kameruni támadó korábban még soha nem volt képes a Bundesligában. Úgy tűnt tehát, hogy semmi sem veszélyezteti a Bayern győzelmét, ám a Hertha az első félidő hajrájában 2-szer is bevette Manuel Neuer kapuját, így újra nyíltá vált a mérkőzés. A berliniek pedig hajtottak is becsülettel az egyenlítésért, újabb gólt azonban már nem sikerült szerezniük, így a Bayern, ha szenvedve is, de végül begyűjtötte a 3 pontot, 11 meccsesre nyújtva ezzel a bajnoki veretlenségi sorozatát. Ráadásul ezzel a győzelemmel az immár 28 pontos bajor csapat ismét átvette a vezetést a bajnokságban. Az eddigi első Union Berlin ugyanis tegnap este súlyos 5-0-ás vereséget szenvedett a Bayer Leverkusen otthonában, és miután a Freiburg is nyerni tudott, 27-re növelve ezzel a pontjainak a számát, a 26 egységgel rendelkező fővárosiak egészen a 3. helyig csúsztak vissza a tabellán.
A góllövő listát pedig immár a 11 találatot jegyző Leipzig támadó Christopher Nkunku vezeti, egy góllal megelőzve a Werder Bremen csatárát, Niklas Füllkrugot. Az olasz bajnokság 13. fordulójában a címvédő AC Milan a tabella alsó felében helyet foglaló Speziát fogadta, és a piros-fekete gárda várakozásoknak megfelelően uralta az első félidőt, és a balhátvéd Theo Hernandez révén a 21. percben a vezetést is sikerült megszereznie. A francia játékosnak az előző szezon kezdete óta ez már a 7. gólja volt a bajnokságban, márpedig ezen időszak alatt ennél több találatot, szám szerint 8-at, csak a Mönchengladbach játékosa Rami Benzebaini jegyez, az európai topligákban szereplő védőket figyelembe véve. A gólpassz pedig annak az Ismael Bennasernek a nevéhez fűződik, akinek ez volt az első bajnoki asszisztja a Milán mezében a San Siróban. A hazaiak egyébként az első félidőben akár több gólt is szerezhettek volna, de egy kivételével minden zicserüket kihagyták, ami a fordulás után majdnem megbosszulta magát. A felbátorodó Spezia ugyanis az 59. minutumban egyenlíteni tudott, a gólt pedig ki más, mint a Milántól erre a szezonra kölcsön kapott Daniel Maldini jegyezte, aki 5333 nappal azután lőtt gólt a San Siróban, hogy édesapja, a piros-fekete csapat legendás játékosa és jelenlegi sportigazgatója, Paolo Maldini 2008. március 30-án utoljára betalált ebben a stadionban, a Serie A-ban. Stefano Pioli alakulatát végül a csereként beállt Olivier Giroud mentette meg az égéstől, a francia csatár ugyanis a 89. percben egy egészen fantasztikus góllal ismét előnyhöz juttatta a Lombard gárdát, így a Milán 2-1-re megnyerte a meccset, megszerezve ezzel a 12. sikerét hazai pályán a bajnokságban 2022-ben, ami az Interrel holtversenyben a legjobb ilyen jellegű mutatónak számít a Serie A-ban ebben a naptári évben. A Milán egyébként 10 emberrel fejezte be a találkozót, a győztes találatot edző Giroud ugyanis a mezét levéve ünnepelte gólját, amiért megkapta második sárgalapját, és így a veterán francia csatár a kiállítás sorsára jutott. A forduló csúcsrangadóján a Juventus némi meglepetésre simán 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Intert. Pedig az első félidő alapján nem sok jel utalt arra, hogy a meccs végén majd a hazaiak körülhetnek. Az Inter ugyanis sokkal jobban játszott a Juventusnál, amelynek a teljesítményéről sok mindent elárul, hogy ezt a játékrészt kaput eltaláló lövés nélkül zárta. Ez fogható dolog a 2004 óta gyűjtött statisztikai adatok szerint korábban még soha nem fordult elő az Inter ellen a torinói csapattal, amelynek a játéka aztán a fordulás után jelentősen feljavult, aminek 2 gól lett az eredménye. Az elsőt Adrien Rabiot lőtte, aki Michel Platini és Zinedine Zidane után mindössze a 3. francia középpályásnak számít az öreg hölgy történetében, aki be tudta venni a milánói gárda kapuját egy bajnoki meccsen. A másodikat pedig az a Nicolo Fagioli jegyezte, aki 21 évesen és 267 naposan a Juventus történetének 3. legfiatalabb középpályása lett, aki gólt szerzett az Inter ellen a Serie A-ban. A Juventus pedig ezzel a sikerrel 4 meccsesre nyújtotta a győzelmi sorozatát a bajnokságban, ráadásul az elmúlt 4 találkozóján egyetlen gólt sem kapott a zebra csíkos mezes csapat, amelynek ilyen hosszú kapott gól nélküli sorozata legutóbb 2018. decemberében volt. Akkor egyébként az ellenfelek egymást követő 6 bajnokin nem tudták bevenni a torinóiak kapuját. Az immár 25 pontos Juventus így fellépett az 5. helyre a tabellán, amit továbbra is a Napoli vezet, amely az Atalanta 2-1-es idegenbeli legyőzésével 35-re növelte a pontjainak a számát, és a legutóbbi 9 bajnokiukat egyaránt megnyerő déliek 6 egységgel előzik meg a 2. AC Milánt, amelyet a 27 pontos, a fordulóban a városi rivális AS Rómát 1-0-ra legyőző Lazio követ a sorban. A góllövő listát pedig továbbra is a Napoli támadója, az Atalanta kapujába is betaláló és így már 8 gólt jegyző Victor Osimhen vezeti, aki nem mellesleg már 32 találatnál jár a szériában, ezzel pedig immár ő számít az olasz élvonal történetének legeredményesebb nigériai játékosának. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. A Premier League 15. fordulójában a címvédő Manchester City úgy győzte le 2-1-re hazai pályán a Fulhamet, hogy João Cancelo kiállítása miatt több mint egy órán keresztül emberhátrányban játszott. A portugál védő a 26. percben 1-0-ás City vezetésnél kapott piros lapot, miután gólhelyzetben fellökte az ellenfél egyik 16-oson belülre betörő játékosát, amiért a Fulham büntetőhöz jutott, amit Andreas Pereira magabiztosan váltott gólra, 1-1-re alakítva az eredményt. Az emberhátrány ellenére a
mérkőzés további részében is a manchesteri csapat dominált, amely végül a csereként beállt Erling Haaland 95. perces 11-es góljával nyerte meg a meccset. A norvég támadói 12 meccsen pályára lépve már 18 gólnál jár a Premier League mostani kiírásában, ami csak 5-tel kevesebb annál, mint amennyit Mo Salah és Son Heung-min, vagyis a bajnokság előző kiírásának két gól királya jegyzett a 2021-2022-es szezonban. Győzött az éllovas Arsenal is, amely a városi rivális Chelsea otthonában nyert teljesen megérdemelten 1-0-ra Gabriel 63. percben elért szöglet utáni fejes góljával. Az ágyúsok zsinórban harmadik alkalommal vitték el a 3 pontot a Stamford Bridge-ről, ehhez hasonló bravúrra pedig ez idáig csak egy csapat, a Blackburn Rovers volt képes a Premier League-ben még 1993 és 1996 között. Győzelemmel debütált Unai Emery az Aston Villa kispadján, amely remek játékkal verte 3-1-re hazai pályán a Cristiano Ronaldo-val felálló Manchester United-et. A birminghamiek alaposan bekezdtek a meccsen, hiszen 11 percnyi játék után Leon Bailey és Luca Digne találataival már 2-0-ra vezettek. Ezt követően aztán a United szép lassan átvette a meccs irányítását, és Jacob Ramsey öngóljával a szünet előtti pillanatokban a szépítés is összejött a vendégeknek, akik ekkora játékképe alapján joggal bizakodhattak abban, hogy a második félidőben akár a fordítás is sikerülhet. Csak hogy a második félidő 4. percében a nem sokkal korábban öngolt vétő Ramsey a jó kapuba is betalált, visszaállítva a két csapat közötti két gólos differenciát, és egyúttal kialakítva a 3-1-es végeredményt. A birminghami csapat így 27 év után először tudta legyőzni hazai pályán a Manchester United-et, a csapat új menedzsere Unai Emery pedig mindössze a 4. edző a Premier League történetében, aki rögtön az első vörös ördögök elleni meccsén győzelemre tudja vezetni csapatát. A forduló vasárnap esti zárómeccsén a Liverpool 2-1-re győzni tudott a Tottenham vendégeként. A Pool főleg az első fél időben játszott jól, nem véletlen, hogy ebben a játékrészben született a vendégek mindkét találata, amelyeket egyaránt Mo Salah jegyzett. Így a vendégcsapat a fél időben 2-0-ra vezetett, és miután a Liverpool az ezt megelőző 112 Premier League meccsén egyszer sem kapott ki, amikor a szünetben vezetésre állt, a Spurs győzelmi esélyei szerte foszlani látszottak. Persze a londoniak két gólos hátrányban alig, hanem a döntetlennel is kiegyeztek volna, de végül az egy pont sem jött össze a hazaiaknak, akiknek erejéből Harry Kane révén csak a szépítő gólra futotta, így a találkozó a Liverpool sikerével zárult, amelynek bármennyire is hihetetlen, ez volt az első idegenbeli győzelme a mostani szezonban. A gyenge idegenbeli szereplésnek is köszönhető, hogy Jürgen Klopp alakulata jelenleg csak a 8. helyen áll a tabellán, amit továbbra is a már 34 egységgel rendelkező Arsenal vezet, amely 2 ponttal előzi meg a Manchester City-t, míg a 3. helyet immár a 27 pontos Newcastle United foglalja el, amely a Southampton idegenbeli 4-1-es legyőzésével 9 meccsesre nyújtotta a veretlenségi szériáját a bajnokságban. A góllövő listát pedig a Manchester City 18 találatos középcsatára Erling Haaland vezeti, 7 góllal megelőzve a Tottenhamet erősítő Harry Kane-t. A La Liga 13. fordulójában az FC Barcelona hazai pályán 2-0-ra nyert az Almeria ellen, így a katalán csapat győzelemmel tette emlékezetessé Gerard Piqué búcsú meccsét, aki csütörtökön jelentette be, hogy a mostani találkozó után befejezi a profi pályafutását. A 35 éves hátvéddel felálló katalánok már az első félidőben is nagy fölényben futballoztak, de ebben a játékrészben semmi sem akart összejönni a hazaiaknak. Az október hónap legjobb La Liga játékosának megválasztott Robert Lewandowski például még egy büntetőt is kihagyott a 7. percben. A fordulás után viszont szinte rögtön megszerezték a vezetést a gránátvörös kékek, akiknél azaz Ousmane Dembélé volt eredményes a 48. percben, aki a legutóbbi 5 hazai meccsén 3 gólt is szerzett, éppen annyit, mint az azt megelőző 30 Camp Nou-ban lejátszott tétmeccsén összesen. A 2-0-ás végeredményt pedig Frenkie de Jong állította be a 62. percben, vagyis a katalán sztárcsapat ezúttal is megőrizte kapuját a bekapott góltól. A Barcelona egyébként azzal, hogy 13 forduló alatt mindössze 4 gólt kapott a bajnokságban, beállította az Atletico Madrid 1995-96-os idényben felállított La Liga rekordját a szezon ezen szakaszában kapott gólok számának tekintetében. Ami pedig Piquet illeti, a középhátvédet 2 minutummal a vége előtt lecserélte Xavi, hogy megtapsoltassa őt a hazai közönséggel, Piquet pedig sírva hagyta el a pályát. A veterán védő így 422 győztes meccsel és 30 megnyert trófeával a háta mögött intett búcsút a Barcelonának. Előbbi mutatóban egyébként mindössze 4-en Messi, Busquets, Xavi és Iniesta, utóbbiban pedig csak 2-en Messi és Busquets előzi őt meg a klub örök ranglistáján.
A Barcelona pedig ezzel a sikerrel és a 34 megszerzett pontjával átvette a vezetést a tabellán. Igaz, ez ma este megváltozhat, amennyiben a 32 pontos Real Madrid a 21 órakor kezdődő mérkőzésen legyőzi idegenben a Real Vallecanót. A harmadik helyet pedig a 24 pontos Atletico Madrid foglalja el, amely a fordulóban hazai pályán csak egy 1-es döntetlenre volt képes a kiállítás miatt több mint egy órán keresztül emberhátrányban játszó Espanyol ellen. A góllövő listát pedig továbbra is az FC Barcelona 13 találatos támadója Robert Lewandowski vezeti, 5 góllal megelőzve a Real Betis csatárát Borja Iglesiast. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az eredményekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.